ebbe az újonnan átadott terménytárolóba akár 180 vagon takarmányt is el tudnak tárolni a nyírbélteki és környékbeli gazdák. De nem csak az 1200 négyzetméteres alapterülete, hanem belmagassága miatt is különleges az épület. Egy átlaghoz hasonlított csarnok szerkezethez képest magasabb, és ha van egy terményforgató rendszer beépítve, akkor sokkal magasabb halomban lehet felhalmozni benne a terményt, és ezért nagyobb a kapacitása, mint egy átlagosnak. Szükség is lesz rá, mivel a nyírbélteki önkormányzat mintegy 711 hektár földdel rendelkezik, amelyek nagy részét bérbe adták a gazdáknak, akik régóta vártak erre a napra. Nagy segítség, mert Mélkvállalra szállítottuk, ami 40 kilométer, meg Nyírbátor, Pirigye, Penészleken is van, de hát az árak diktálnak, hogyha jó áron veszik, akkor kénytelenek vagyunk tovább vinni a terményt. De ha itten meg fogják venni, ha ide jön egy felvásárló, akkor annak nagyon örülünk. A vidékfejlesztésért felelős államtitkár agrárlogisztikai centrumnak nevezte az új takarmánytárolót. Nem is terménytárolónak, inkább egy agrárlogisztikai központnak nevezném. A kor minden vívmányának megfelelő infrastruktúrája, épületével, szociális helységével, egy olyan hídmérleggel, mely biztosítja a pontos mérést és van anyagmozgatása. Ezt tudja garantálni azt, hogy a gazdáknak a megtermelt áruinak tárolása az egész évben biztosított. Nem kell elszállítaniuk a környező településekre, hanem helyben megoldható a tárolás és a kereskedelem. Egy óriási jelentősége van az agrárium számára egy ilyen beruházásnak. Bagdi Sándor polgármester elmondta, nem csak a helyiek, de a környékbeli gazdák is használhatják majd a tárolót. Mindenki használhatja, gyakorlatilag Nyírbéltek egy központi szerepet lát itt el. Ugye környező települések rajtunk körül vannak, úgy mint Encsencs, Pirigye, Ömböly, Lugos, Penészlek, és egyfajta központi helyen vagyunk, úgyhogy mindenki hozhatja ide, és nyilvánvaló, hogy ez majd valamilyen verseny szellemet fog ébreszteni a felvásárlókban is. Simon Miklós országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a rövid ellátási lánc hatása az árakon is meg fog látszani. Összesen 8 ilyen gazdaságfejlesztési projekt valósult meg a választókerületben a területfejlesztési operatív program jóvoltából 1,4 milliárd forint értékben. Logisztikai központok, inkubátorházak és piacok valósultak meg. A mezőgazdasági terménytároló csarnok a nyírbélteki önkormányzat tulajdonát képezi, csak úgy, mint a hozzá tartozó 60 négyzetméteres mérlegház, illetve porta épület, a 40 tonnás hídmérleg, valamint ez a rakodógép. A beruházás közel 235 millió forintból épült meg.